Tisztelettel köszöntöm a tököljéket az e-heti záró bejelentkezés alkalmával. Most a vírus helyzetről adok egy rövid tájékoztatót. Mostanáig kevesen éreztük a saját bőrünkön a történetet. Azonban most egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy sok pozitív eset kerül ki az ismeretségi körből is. Ma már inkább rendezvényeken, bulikban és a normális emberi kapcsolattartás során fertőződünk meg. És sajnos érzékelhetően lazult a fegyelem. Tökölöm 2020. július 27-től 8 igazolt koronavírusos személy volt, ebből 3-an már meggyógyultak. 14 személy tartózkodik hatósági házi karanténban, ők nem fertőzöttek. Az önkormányzati intézményekben kötelezővé tettük a szájmaszk használatát és mérjük az odalátogatók testhőmérsékletét is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összeállította a 2020-21-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervét. Ez a Tököli Általános Iskola honlapján elérhető. Az óvodában járó gyerekekre is maximálisan vigyázunk, kérjük is az idejáró gyerekek szüleit, hogy akik meg tudják oldani, vagy ahol nem dolgoznak, a bennmaradó gyerekek biztonságos délutáni altatása érdekében ebéd után vigyék haza a gyermekeiket. Bízom benne, bízhatunk benne, hogy minél tovább fenntartható a hagyományos oktatás. Ennek érdekében kérek mindenkit, hogy a megelőzés és a védekezés érdekében hozott intézkedéseket tartsunk be.